Spiritus. Spiritus. Ússzon, fusson, kerékpározzon. Vagy üzzön bármilyen sportágat. A lényeg a mozgás. Gajdos Tamás rádió műsorában olyan sikeres sportolókkal, sportvezetőkkel beszélget hétről hétre szabadidős sportról, versenysportról, akik már bizonyítottak, így motiválni tudnak, hiszen bennük van spiritus. 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 Gajdos Tamás műsora a Spirit FM 87.6-on. Nagy szeretettel köszöntöm a Spirit FM 87.6 hallgatóit, ez itt a Spiritus és a műsorvezető szerkesztő Gajdos Tamás köszönti Önöket. Spiritus a sportműsorunk, mint tudják, hétről hétre különböző érdekes és még érdekesebb sportágakról, sportolókról, sportvezetőkről, sportszervezőkről és hát az ő munkájukról beszélgetünk. A mai napra éppen Eisen Krammer Károly, sokszoros magyar bajnok, kerékpárversenyzőt, a Tour de Hongrie versenysorozat főszervezőjét invitáltam a stúdióba. Szervusz, Karcsi! Szervusz, jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok, bocsánat mindenkinek! Tegeződhetünk, nagy szeretettel köszöntelek, ugye még néhány évet versenyeztünk, még kisebb-nagyobb átfedéssel együtt is, ha nem is egymás ellen, mert egy más kategóriát képviseltél mindig is a hazai kerékpársportban. Szóval tegeződhetünk. Abszolút, ugye? Köszönöm, köszönöm, megtisztelő. No, Karcsi, hát örvendetes dolgok vannak azért a hazai kerékpársportban. Egyrészt egyáltalán a kerékpározással kapcsolatban, mint egy kicsit pozitívabb lenne a nagy közönség hozzáállása, és egyre többen bringáznak, közlekednek is kerékpáron, és hát a magyar kerékpárversenyzők is egyre inkább most már nemzetközi szinten is értékelhető eredményeket érnek el, amiben nem kis szerepe van a te munkádnak is, ugye a Tour de Hongrie többszöri újraélesztése, újraszervezése kapcsán, ugye ez egy a Tour de France mintára Magyarországon most már hosszú évtizedek óta megrendezésre kerülő verseny. Egy kicsit erről meséljenek, a nehézségeiről, örömeiről, és hát, hogy milyen tendenciákat tapasztalsz valóban a magyar fiatalok, az ifjú kerékpáros tehetségek szereplése terén. Nagyon érdekes szerintem az, hogy az emberekben azt gondolom az átlag sportkedvelő, vagy inkább újságolvasók számára a kerékpározás az alapvetően ketté válik. Ugye van a nem sportjellegű bringázás, aki utcai biciklizés, túrázás, amiből azt a népszerű Magyarországon. Vannak ilyen kutatások, ami szerint Európában a harmadik legbringásabb ország Magyarország. Ezt meglepetten olvastam én is a minap, hogy talán Hollandia is még valamelyik Benelux állam. Hát igen, előttünk. Ez egész addig meglepő, még el nem megyünk az Alföldre néhány városba, kisvárosba, kis településre, nem is értik a kérdést, hogy miért. Tehát nem is gondolják, hogy ők kerékpároznak, hiszen úgy élnek, azzal közlekednek iskolába, munkába, vásárolni. Az életük része a kerékpár. Egyszerűen nem is lehet másképp mozdulni, hogy egyébként nyugatolabban, most ott nagyvárosban ez a tendencia. Tehát, hogy annak ellenére, hogy a kerékpár ilyen nagyon fontos szerepet tölt be nagyon sok magyar család életében, a kerékpáros versenysport, mint élsport, az szinte ismeretlen volt sokáig egy átlag magyar számára, hiszen ha azt mondjuk, hogy olimpiai érmek, ugye a magyar sikersportágakat tekintjük, akkor sok minden jut az emberek eszébe, az úszástól, a kajakkenunál, a vízilabdáig, sok-sok minden. Ugye még ha sport, akkor focizunk. A kerékpár, mint versenysport, az sokáig nem jött le. Pedig milyen sok szakága van, most nem is tudom, 6 vagy 8 szakága van. Hát 9. 9 ebből. Hát ebből lehet válogatni, ebből 5 olimpiai szakág, tehát azért az olimpiai sportág ott van, sőt olyannyira ott van, hogy az első olimpiai játékokon már a kerékpár ott volt, a legeslegelsőn, amikor még csak atlétika volt, meg birkózás, meg bicikli, meg például evezés. A klasszikus szám. A klasszikus első sportesemény ott volt. Csak érdekességként az első magyar nemzetközi labdarúgó mérkőzést a 90-as évek elején az akkor már 20 évvel üzemelő kerékpáros stadionban játszották. A Millenárison. Millenárison. Tehát, hogy a kerékpár egy nagyon nagy múltú olimpiai sportág. Ami szerintem nagyon hiányzott Magyarországról az, hogy míg Nyugat-Európában a Tour de France most már több mint 100 éve kerületen a békeverseny, ugye a Varsó-Berlin-Prága verseny vitte a sportágnak a hírét, és mindeniben volt néhány hét, amikor a kerékpárról szólt minden, és a kerékpáros sztárok nagyon nagy ismertek voltak akár Lengyelországban, Szlovákiában, Németországban vagy Franciaországban a Tour de France tévén. Magyarországon nem volt olyan kimagasló verseny sok évig, ami ezt vitte volna.
60-as évek környékén megállt a Tour de Hongrie-nak a szervezése, és utána nagy mélyrepülés jött a kerékpározás ismertségében. Még ha voltak is nagy eredmények, néhány sikeres sportoló, de nem tudta beállni olyan sztár vonalat, mint amit például most jósolunk és most tervezünk a mostani fiataloknak, akár a Walter Attilának, akár a Dina Marcinak, hiszen van olyan esemény, a Tour de Hongrie, amin keresztül egy héten át róluk szól minden. Hát és nem csak úgy róluk, hanem ugye most már a nemzetközi kerékpársport, ha nem is a teljesen top versenyzők, de azért túr csapatok is már megjelennek időnként, és nagyon komoly színvonalas versenyeket biztosítanak így a magyar rajongóknak, hogy amit hát közvetlen szemmel láthatunk, mondjuk egy kékesi futam, vagy az ország több táján is több ezer embert mozgat meg. Hát igen, a kísérlek követi az Eurosporton, ugye, ami nagyon sok kerékpárversenyt ad, szóval jól lehet látni az Eurosportnak az idős sávját tekintve, hogy mennyire fontos a kerékpározás Európában. Tehát, hogyha valaki nyáron, nem tudom, márciustól októberig bekapcsolja a tévét, akkor ebből két alkalomból, vagy háromból kétszer kerékpárt fog látni, és nem csak a Tour de France, hanem a belga egynapos versenyektől a Lankavi körverseny, a Norvégig minden, meg a Tour de Hongrie, ugye? Meg a Giro, igen. Tehát, hogy ugye a nagy háromhetes nagy körversenyek, ugye a Tour de France, a Giro és a Vuelta mellett nagyon sok esemény van még, amit az Eurosport adásba tesz. Szóval, hogy ezek az eseményeket nézik az emberek, akkor is köztük a Tour de Hongriet, azért láthatják, hogy most már azt kell mondjuk, hogy beértünk abba a kategóriába, hogy ott vagyunk közvetlenül a nagy-nagy események mögött, látványvilágban, versenyszervezési minőségben. Már csak az apróság hiányzik, hogy a Peter Sagan sprinteljen a befutón, de olyan versenyzők nyerik a versenyeket, Anna Dobogora, akik előző hetekben a Giro d'Italia-n vagy a Tour de France-on indultak. Tehát valóban, ha nem is az első vonalbeli világsztárok, de világszerte ismert sportolók vesznek részt a magyar körversenyen, és közöttük is jól mennek a magyarok. Gondolod, hogy vannak, nem is kérdés, költő a kérdés, hogy van-e annak szerepe a fiatal magyar tehetségek kibontakozásában, és most már nemzetközi külföldi nagy csapatokhoz való szerződtetésében, hogy volt már ugye x évvel ezelőtt is Tour de Hongrie, többek között a te megújuló lelkeszervező munkádnak köszönhetően, és hát ők ezt látva, és ezen megméreckedve már a külföldiekkel is, hát egy gyorsabb fejlődési szakaszba léptek, mint az előző évtizedben valószínűleg hasonlóan tehetséges sportársaik, akik esetleg nem kaptak ilyen lehetőséget, nem voltak ilyen körülményeik. Nem mondom a saját példámat, de teljesen ez így van. Én ugye a 90-es évek, 80-as évek végén lettem felnőtt versenyző, és olimpián voltam 92-ben, 93-tól volt a Tour de Hongrie Magyarországon, Coca-Cola Tour de Hongrie néven a Magyar Kerékpáros Szövetség szervezésében, és minden évben ez volt az esemény, amiben készültünk, mert ez egy komoly média megjelenést kapott, hisz odafigyelt rá akkor az ország. Nem úgy, mint még most, de azért az akkori viszonyokhoz képest komolyabban. Volt még egy kiemelt verseny a Gellért hegyen a Csepel Kupa keretei között megszervezett Békenagydíj, amit az ATV élőben adott, és akkor nem volt még, nem volt még ilyen sok televízió, a Magyar Televízió élőben adta, és mondjuk arra is nagyon készültünk, hiszen az ember azért sportol, azért dolgozik éjjel-nappal, meg télen fázik, meg elesik, meg fáj, meg nehéz, hogy legyenek olyan kiemelkedő sikerek, amit utána a barátok, az ismerősök, meg az emberek megismerik őt. Nem a régen, bocsáss meg, ezzel kapcsolatban le kell mondanom, valahol YouTube-on, vagy nem tudom, honnan jött elő egy régi felvétel, amikor az egész véletlenül azt a versenyt is te nyerted éppen talán kört adva a mezőnek, volt egy esős verseny. Egy volt, esős, ami... 91-ben, igen. Ez kritérium verseny egyébként? Ez egy kritérium verseny, a Gellért hegyen, igen, fönnöcsöt áll a körül. Na szóval ennyit csak, hogy Eisenkramer Károlyjal kapcsolatban valószínűleg a felvezetésből nem, vagy nem eléggé derült ki, hogy ő azért a magyar kerékpársportnak nyilván, hogy most erre nem dicsekszik, de tizedekig, vagy egy évtizedig legalább biztos, hogy meghatározó alakja volt. Ráadásul volt egy érdekes találkozásunk, hogy pont a 90-es évek közepén, mikor a mountain bike sport is ugye fejlődésnek indult, egyáltalán megalakult a szövetség Magyarországon, akkor te ott is letetted a névjegyet, és jó néhány éven keresztül
abszolút a spiccen tekertél, ami hát nem volt csekéség országúti versenyzőként, mert ugye akkor azt mondták, hogy hát a Monti az egy teljesen más világ. Egyébként valószínűleg ez így is van, de ugye ott inkább a technikai tudás, meg a bevállalóság, meg sok minden számított sárban, dagonyában, hegyre föl, völgybe le. Ez egyébként milyen emlékeket hagyott benne? Tényleg egy percet szálljunk már ennek a témának is, így a beszélgetés közepe tájára. Nagyon-nagyon szép emlékeim vannak a mountain bike-os időszakról, hiszen az előbb ugye pont ezért, amit az előbb említettem, hogy a sportonak az a fontos, hogy ha már teljesít, akkor annak legyen ismertsége, és egy olyan közegbe csöppentem a mountain bike-osban, ahol megbecsülték, tisztelték azt a teljesítményt, amit én leadok, és nem csak a szurkolók, hanem a szponzorok is, ugye akkor több cég is mellénk állt, és onnan is, tehát halljuk ugye mi ismertségünk abból az időszakból így veled, tehát nagyon, nagyon kellemes élmények maradtak belőle, talán igyeim is voltak, de azt mondom, hogy ez együtt jár ezekkel, hát csak örülni kell. Ezekkel a helyzetekkel. Én nagyon-nagyon szerettem azt az időszak. Ugye háromszor nyertem magyar bajnokságot, ami ugye egy egész évi versenyszezont jelentett. Tehát borzasztó jó élményekhez állt, és ugyanakkor is nagyon fontos volt, hogy emellett tudtam országúton is versenyezni. Már amikor erre ugye idő engedte, És hát ugye közben vált olimpiai szakággá, vagy sportággá maga a mountain bike, és talán 96-ban már, ugye? Nagyon gyorsan, igen. Hát a 90-es évek elején alakult maga a sportág, már akkor lett, hogy talán Magyarországon 92-ben, és 96-ban olimpiai sportág volt, és a mai napig is az egyik legnézettebb, legnépszerűbb. Nem nagyon belemenve mély szakmai részletekbe, mert nem biztos, hogy minden hallgatót érdekel ez, vagy értik ezt a különbséget egyáltalán, két keréke, bringa, de hogy mi a nagy különbség, ugye a Monti meg az országúti között, erről egy mondatot azért ejtsünk már, illetve az, hogy mennyiben látod ezt a tendenciát logikusnak, vagy ez véletlenszerű vajon, hogy azért a Monti valahogy talán fiatalokat jobban megfogja első körben, mert izgalmasabbnak tűnik, meg hogy mondjam, ilyen emberközelibb, meg mindenki vastag kerekű bringával akar menni eleinte, míg gyerek vagy kamasz, és aztán kinövi magát, mint ahogy a két említett fiatalember, ugye Walter Attila és Dina Marci is, illetve még többek is, ugye Montisként kezdték, és utána lettek egészen jó országúton is, tehát mennyiben látott ezt szerencsésnek, jönnek törvényszerűenek, mennyire jó iskola, alapiskola, mountain bike, a kerékpár kezelés elsajátítását tekintve. Hát én abban hiszek, és erről próbálom meggyőzni a magyar sportszakembereket is, hogy próbáljunk elszakadni attól, hogy valaki mountain bike-os vagy országút is. Itt kerékpár versenyzők vannak, főleg is minél magasabb szintre megyünk, annál inkább. Ha valaki hobbiból űz egy sportágat és egy kerékpárthoz, és az a szerelem, és egy héten egyszer tud biciklizni, akkor el kell döntenie, mert nem lehet mindent. De ha valaki élsportoló akar lenni, akkor azt gondolom, hogy érdemes nagyon sokoldalú képzésen részt venni, és erre olyan jó példák vannak a világban. Például a Peter Sagan említem, aki országúti világbajnok, de fiatal korábban volt Szájtokrosz. Kisfiam kedvence. Állandóan legidrukkodni. Az én kedvencem. Csak azt nézi a tévé, ő is szerepel és hajrázik. És hát az előző olimpián országúti világbajnokként hol indult volna el, mint a mountain bike versenyszámban. Tehát hogy ezek egymásba köszönő események, és azt kell mondjam, hogy nem hogy előny, hanem annak van hátránya, aki nem, nincs otthon mountain bike vagy terepen, az országúton hátrányba kerülhet, mert ugye a nyár, napsütés oldal, hátszél szituációk, ritkák sokkal inkább van az, hogy bizony esik az eső, rosszak az utak, bukás szituációk vannak, ezt meg kell oldani. És milyen sok súlyos baleset is történt sajnos a közelmúltban a nagyver, mikor 80-an jönnek le egy vizes szerpentinen, ugye hát, esnek el, meg a túrmenők is néha. Hát igen, aki most nézte a világbajnokságot ezelőtt néhány héttel, az látta, például a Walter Attilának is volt egy komoly bukása, és érdekes, hogy a sportszakemberek nem azt nézték, hogy jól jel esett, hanem hogy hogyan esett el, látszik rajta a bukásán, hogy hogyan mentett, hogyan oldottam a problémát, hogy egy igazi mountain bike-os tudással bíró versenyző tud így elesni, hogy minimalizálva károkat. Ha már esünk, akkor próbáljuk menteni a szituációt, azért ez nagyon nem mindegy, hiszen ebben a sportban benne van a bukás veszély. No, szóval akkor komplexitásában nézzük a dolgokat, valóban így van, hiszen a kerékpározás az nem csak egy, hanem hát, ahogy mondtad, 9 szakágból áll, most már Magyarországon is megvannak ennek a megfelelő módjai, lehetőség, ki kedve szerint használja ezeket, vagy vegyen ezekben részt. No, de akkor tekintsük egy kicsit ki, ha már említetted a három nagy körversenyt, ugye,
a Tour de France-on kívül a Vuelta-t is, ami egyébként a ti vállalkozásotoknak ugye névadója, ez itt nem a reklám helye, de ugye a Vuelta Sport Kft. Sportiroda, igen. Sportiroda a rendezője ugye a Tour de Hongrinak, de a harmadik nagy pedig ugye a Giro d'Italia, ahol ugye a nézőkedvére, akik esetleg úgy színekben gondolkodnak jobban, ilyen impressionista felfogások, tehát az a rózsaszín trikó, a Tour de France a sárga trikóért megy, a Vuelta a piros értelem, ugye? Szóval, hogyha rózsaszín trikót látnak, akkor arról beugorhat a Giro d'Italia, amely, hát ha minden igaz, most már semmi nem állt az útjába, hogy jövő nyáron Magyarországon is nem úgy bemutatkozik, hanem itt fog rajtolni. Ehhez mit szólsz, és ebben neked mennyi munkád, milyen szereped volt, van és lesz majd jövő nyáron? Hát azt mondom, hogy álszerencsé nélkül mondhatjuk, hogyha nem lenne Tour d'Hongrie, hogyha nem építettük volna az elmúlt 5 évet így, akkor szóval sem került volna, hogy ide érkezzen egy ilyen verseny. Ahhoz meg kell azért alapozni a hangulatot mind a politikai oldalról, mind a média oldalról, hiszen az igényt föl kell tenni ez iránt, hogy erre szükség lehet. A Tour d'Hongrie-nak azt mondom, hogy robbanásszerű sikere, és nem elsősorban sportszakmilag gondolom, hanem média sikere. Hadd mondjam itt el, hogy ebben az évben 351 millió háztartásban látták a Tour d'Hongrie-t, vagy láthatták a Tour d'Hongrie-t. Ez ugye, mikor először megkaptuk a média partnerünktől a számokat, először azt mondjuk, hogy elírás, ez még tavaly volt, most már hozzászoktunk ezekhez a számokhoz. Hát hogy a kerékpározáson keresztül től a világ nagyon sok országában rengeteg néző elé el lehet jutni. Nem is van értik itthon, ugye Magyarországon a kerékpározás kevés ismerők számára nem is érthető, hogy miért nézik ilyen sokan, de igen, nézik. Nagyon sokan, nem csak a sport miatt, hanem a tájak miatt, az országok szépsége, hiszen a kerékpárversenynek a háttere az nem egy stadion. Hát ha valami, akkor ez igazán egy jó országimázs. Ha valami, ez egy hatalmas országimázs reklám, és hát ennek is köszönhető az, hogy lehet-e ezt még fokozni, lehet-e Magyarországra hozni egy Grand Tour, ugye a Grand Tour a 3-7-es versenyek közül valamelyiket. Igen, felmerült a Tour de France-nak a lehetősége is, ezelőtt már egy 10 évvel próbálkoztunk, de az nagyon halvány kísérlet volt, de most nagyon éles és nagyon határozott döntése volt a kormánynak az, hogy ha már ilyen lehetőség van, akkor ezt lagadja meg az ország, és én azt gondolom, hogy messze magasan a leghatékonyabb sportesemény költés lesz a magyar kormány részéről. Mert nem kell a stadion sem, ugye csak az országutakat kell használni, kicsit kijavítani itt-ott, lezárni. Ha... Igen. Ami épülni fog a Giro miatt, az mind olyan, amit a Giro után másnap az emberek használnak, az utak. Tehát a Giro miatt 100 millióból vagy milliárdokban nem épülnek stadionok, utána fönn kell tartani és üzemeltetni kell a kerékpárosnak. Ez a fantasztikus lehetősége, hogy az ott zajlik, ahogy éppen az élet is zajlik az utakon. Maximum lefestünk egy szebre, átfestünk egy kopott falat a ház alán, a városház téren, hogy szebb legyen amikor, de az is ugyanúgy ott marad a turisták és az ott élőknek a boldogságára. Tehát minden, ami a Giro kapcsán megvalósul, az minden érték, és ott marad helyben. Persze nem mondjuk levonva ebből azt a kölcsön, ami maga az esemény kerül, de ez ahhoz képest elenyésző, mint mondjuk egy nagy stadionnak a megépítése. Ugye már idén nyáron is volt ezzel kapcsolatos felvezető esemény, most pedig alig néhány napja vagy hete ugye Fehérváron már volt egy pályabejárás, vagy minek nevezzük ezt a 75 kilométeres szakaszt? Hát azért ezt nem mondanám, hiszen a verseny ugye Fehérvárról fog majd indulni, és megy Nagykanizsára, tehát inkább azt mondanám, hogy egy örömbringázás volt Fehérváron a kerékpározást kedvelők számára, akik elmentek a fehérvári rajthelyszínre, ahol a városközpontban, a városház előtt az országalmától indul majd a Giro, és onnan indultunk mi is egy városkerülő 70 km-es körre, aminek kevés közös szakasza van a Giroval, de nem is az a lényeg. Az a lényeg, hogy tudjuk, hogy Fehérvár, tudjuk, hogy jövő tavasz, május és Giro d'Italia. Nagyon fontos még ezt az előbbi mondatnál, vagy témánál jutott eszembe, hogy mondod, hogy ugye ott maradnak az utak is, úgyis azt használják a versenyzők is, mint később autósok is, és később a versenyzői utánpótlás, vagy a szurkolói utánpótlás mindenképp az érdeklődőket jelentő hazai amatőr kerékpáros versenyzőknek, talán akik klasszikus országúti bringával szeretnek jönni, menni, hegyen, völgyön, országutakat használva. No, a kérdésem ebből következik,
Mit hallottál, mit tudsz te, mert nyilván többet, mint én közvetlenül vagy az utcaemberrel hallottunk már arról, hogy szóba került ez, hogy biztonságos körülmények között edzhessenek, tréningezhessenek, túrázhassanak országúti kerékpárt igénybe véve a kerékpárosok, akik hát mindig, vagy akiknek a közlekedése, én magam is tapasztalom, időnként hát konfliktus helyzeteket szül, hol ennek, hol a másik félnek a hozzáállása a bododon. Azt mondják, hogy van kerékpárút, menjetek azon, ugye az autósok, miközben mi azt mondjuk, hogy oké, de hát a kerékpárutak nem feltétlenül versenyzésre, vagy verseny közeli teljesítményre alkalmasak, hiszen hát nagyon jók a családoknak, kiránduló kisgyerek, nagymama, babakocsi, stb., de hát nekünk ugye az országút használatára van szükség. Na, visszatérve, vagy tényleg a kérdés röviden összefoglalva, van-e remény arra, valóban hivatalosan is foglalkoznak ezzel, tudsz-e te erről, hogy esetleg valamilyen fajta könnyítést, vagy akár a KRESZ-ben valamilyen kis bekezdést megérdemelnek a bringások, hogy őnekik, mondjuk a versenyzőknek, versenybringával közlekedőknek valamivel hát biztonságosabb legyen az országutakon való mozgása. Én nagyon érdekes, amit most ezt a kérdést felvetetted, egy olyan embertől hallottuk ezt az előbb, aki sokat megy országúton, kerékpárral, egy a részedről, tehát azok tudják igazán ezek a problémákat, hogy ez mennyire, milyen feszültségeket teremt. Azt alapvetésként kell tekinteni, és most már ez belátja minden szakember, törvényalkotó, jelölkészítő is, hogy a kerékpározás a kerékpáros az nem egy egységcsugarú valami, ami mindenki 16-tal közlekedik, hiszen egy kerékpár úton közlekedne a kerékpárosnak legnagyobb ellensége egy másik kerékpáros, aki teljesen másik tempó, másik intenzitással halad. Ez olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy az összes gépjármű az egy kategória, miközben a segélymotoros kerékpártól a 70 tonnás kamionig mindegyik jármű, és mindegyikre vannak speciális szabályok, és a kerékpározás már olyan tömegeket jelent, és olyan nagy számban van jelen a közlekedésben, hogy bizony megérett arra a helyzet, hogy kategóriákat teremtsünk ebben, és azt a anyukát, aki, vagy apukát, aki a kisgyerekével 6 km-es sebességgel gurul a bicikliúton, nem lehet egy kalap alá venni azzal, aki 30-40-nel szeretne közlekedni, és sőt, kisebb a veszélyforrás néha az autók között közlekedve egy sportolónak, vagy egy gyorsan haladónak, mint a kerékpárúton, ezért mindenképpen ez a KRESZ módosítás, ez megérett. Évek óta készül egyébként, ez most már második éve dolgozik ezen, egy több szakértő is a kormányzat környékén. Vannak erre példák Európában. Én arra számítok, hogy jövőre a Giro idején a kerékpározás évében ez is napirendre kerül. De akkor konkrétan egy kicsit körmönfonttal fogalmaztam, tőlem nem szokatlan módon kicsit hosszan vezettem fel a kérdést, és túl sok minden volt benne. Tehát most, hogy konkrétizálják a dolgot, arról lenne szó, hogy akik sportszerűen kerékpároznak, mondjuk, hogy versenyzők, vagy versenyszerű felkészülést folytatnak, és mondjuk hogy meghatározok, mondjuk egy 30 km sebességgel haladnak folyamatosan, néha gyorsabban is, azoknak a számára legyen valamilyen fajta lehetőség az országutak használatára, akár a Prizma, meg a fehér felfestés. Mondom, mi a megoldás. A kötelező kerékpárút használatnak a változtatása van napirenden. A kérdés most nem pillanatban az, hogy rábízzuk-e a döntést bármilyen kerékpárosra, és mindenki számára eltörülésre kerüljön a kötelező kerékpárút használat, mert hogy azt gondoljuk, hogy mindenki döntse el magáról, hogy hol van nagyobb biztonságban kerékpárosként, a kerékpárúton, vagy az úton, az autó között haladva, vagy ezt korlátozzuk valamilyen, vagy kössük valamilyen feltételhez. A valamilyen feltétel, ez egy hatósági ügy, ugye tehát ezért ez nem annyira egyszerű, mint aminek először mi gondoltuk, ezért is van most már évek óta húzódik ennek a megoldása, de az, hogy erre szükség van, ez nyilvánvaló. Az, hogy ez valami megoldás, változás lesz, ez is nyilvánvaló, hogy pontosan mi ez a szabály, hogy ez megnyílik mindenki számára a lehetőség, vagy kötjük valamihez, vagy kötik valamihez, ez még nyitott. Mindig most is nagyon diplomatikusan fogalmaztál, válaszban a kérdésben a válasz. Lényeg az, hogy ezügyben igyekszem a közeljövőben majd
közlekedés biztonsági szakembereket, vagy a tévában involváló mindenki ugyanígy fog kerülni a konkrét választ, ugye, hiszen egy törvénymódosítás. Csak a véleményüket meghallgatni, tehát, igen. Az a gond ezzel, hogy belemondhatnám egy lelkes civilként, hogy igen, ezt akkor is az fog történni, szerintem nem ez a jó út, mert hogyha egy ilyet most én kimondok, és a végén ponttal felkiált, hogy el, akkor másnaptól rám hivatkoznak fognak az emberek, akik lemegy a kerékpárútról. Ezért teljesen fontos, korrekt, amit mondtál, nem, ezt nem hiányérzettel a hangoma mondtam, csak hogy ugye nyilván te elsőbb a sportolóként, versenyszervezőként, rendezőként gondolkodsz, meg egyáltalán az úton közlekedőként is, másoknak meg lehet a KRESZ különböző módosításait előkészítő hatóságoknak, lehetnek más szempontjaik, meg a családoknak is, meg az autósoknak is, tehát itt ez egy több szereplős játék nyilván. Igyekszünk a továbbiakban, abban szerencsés helyzetben vagyok, egy autós műsort is vezetek itt ezen a csatornán, úgyhogy majd akár annak kapcsán hozzánk érkező közlekedésbiztonsági szakembereket is erről a témáról is megkérdezni. Ezekre, Amerikára nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és jót beszélgettünk Tour de Hongrie-ról, Giro d'Italia-ról, kerékpározásról, mindenről, és hát egyrészt gratulálok visszamenőleg is a fantasztikus sportolói eredményt, ez most leginkább a versenyszervezői tevékenységet, ez aminek a gyümölcsét, eredményét. Erről beszéljük még egy mondatot. Jövő nyáron két alkalommal is mikor élvezhetjük, mikor lesz a Tour de Hongrie, és mikor lesz a Giro magyarországi rajtja? Ugye a Giro-nak a rajtja május 9 Budapest, május 10 Budapest-Győr, május 11 hétfőn pedig Székesfehérvár-Nagykanizsa, tehát 3 nap lesz Magyarországon a Giro, és az olimpia után augusztusban lesz a Tour de Hongrie. Készülünk erre, tessék, kerékpáros rajongók már most piros betűs ünnepén beírni a jövő évi naptárba. Ezekre, mert Karcsi, köszönöm, hogy itt voltál, a kedves hallgatóknak pedig további jó rádióhallgatást. Hamarosan folytatjuk a Spiritus adását itt a Spirit FM 87.6-on. Spiritus. Gajdos Tamás műsora a Spirit FM 87.6-on. Nagy szeretettel köszöntöm újfent a kedves hallgatókat, ez továbbra is a Spiritus, itt a Spirit FM 87.6-on, és folytatjuk a kerékpáros témát, amit Eisenkramer Karcsival az imént félbehagytunk, vagy ugye ezt nem is lehet befejezni, mert olyan hosszú órákra, hetekre nyúló beszélgetésekbe mehetnénk bele, amit hát be se lehet fejezni. Most egy kicsit más oldalról, ugye ő a versenyszervező, versenyző oldalról közelítette a dolgot, és hogy milyen nagy versenyek lesznek itt jövőre, és ugye Tour de Hongrie, Giro d'Italia. Most pedig két olyan szakemberrel beszélgetünk, akik hát egyrészt maguk is közel állnak a sporthoz, gyakorolják is a sportot, másrészt pedig azon dolgoznak, hogy hogyan tegyék a kerékpárosok, többek között a kerékpárosok számára is könnyebbé, élhetőbbé ezt a fajta sportmozgást. Nevezetesen ugye most már lassan itt a télbe fordulunk, vagy legalábbis most már ezen a héten igazán őszies az időjárás, és hát nem mindegy, hogy milyen ruhában vagyunk, hogy védjük magunkat az időjárás ellen, hogy védjük a fejünket egy megfelelő sisakkal, ugye egy bukás esetére, vagy milyen szemüveget, sportszemüveget, vagy éppen csak védőszemüvegként, ugye télen nem nagyon a fénytől kell védeni magunkat, hanem egyáltalán a mechanikai sérülésektől, tehát hogy miket használjunk. Éppen ezért beszélgetünk a Santini képviseletében, amely hát elsősorban a kerékpáros sportruházatáról híres, ugye, Gáspár Zsolttal, illetve Merec Ferenccel, aki pedig a Rudi Project hazai képviseletének mondjuk, hogy a marketing felelőse, de hogy nagyjából mindent tud ezekről a márkához kapcsolódó termékekről. Sziasztok, köszöntek benneteket a stúdióban. Kezdjük talán először Zsolttal arról, hogy hát tényleg mennyiben változik most így októberben a kerékpárosok ruházkodása egyáltalán. Mi volt az, akkor nézzünk vissza egy kicsit a nyárra is, amit a nyár folyamán kellett volna, és kell majd jövőre is használnunk, és mi az, amire most az ősszel, a téllel, az időjárás változással kapcsolatban figyelnünk kell. Szervusz Tamás, üdvözlöm a hallgatókat. A nyári trend és a tendencia az elmúlt években az azt mutatta, hogy az egyre könnyebb és jobb szellőzésű ruhákat keresték a sportolók, a felhasználók. Mindemellett, ami nagyon érdekes tendencia lett, hogy nagyon a divat irányába mentek el, tehát már nem csak a különböző szponzorok ellátott kedvenc csapatok mezeit keresték, hanem azokat is, ami gyakorlatilag akár egy elegánsabb megjelenést is biztosít, tehát egy stílust visz a kerékpározásba. Mert hogyha már a divatra, a trendről beszélünk, ugye,
egyre inkább felütötte a fejét. Én magam is először csak furcsáltam, amikor barátaimmal egyébként veled is bringázva legutóbb, mondjuk Visegrád felé félúton Szentendrén megálltunk, vagy visszafelé, hogy hát egy kis coffee time, akkor ugye van a coffee ride is egyébként, most már évek óta egy remek szerveződés. Szóval, mint hogyha a kávézás amúgy is ugye bejött, trendi lett és divatos lett, a kerékpározás is valamilyen módon összefonódott volna, és akkor már, ha már így van, akkor már nem mindegy, hogy milyen ruhába toppanunk be egy kávézóba, ugye? Nem mindegy, mert tehát nagyon, nagyon széles ez a skála, hogy milyen anyagokból készítenek ruhákat, és ez rettenetesen nagyon fejlődött az elmúlt 5-10 év alatt. A téli ruházatoknál ez ott mutatkozik meg, hogy most már a nulla fokig is elég egy vékony réteget csak magunkra venni, tehát mintha egy nyári mezben mennénk el tekerni, annyira könnyed, szabaddá teszi a mozgást, és ami a legfontosabb, hogy így ezek a ruhák a nem annyira sok rétegződés miatt sokkal jobban vezetik el a testhőtől az izzadságot, és így gyakorlatilag, amikor megállunk egy kávézásra, főleg most ezeken a hűvös napokon, akkor ezek a ruhák nem igazán van lehetőség, hogy megfázunk benne, hiszen a nedves ruha, a víz az nagyon jó hővezető, és így nagyon könnyen meg is tudunk benne fázni. Úgyhogy ez az egyik fele, a másik az pedig az, hogy nem mindegy, hogy milyen anyaggal, hogy szárad ki ez az izzadság, hiszen akkor ezek az izzadságban lévő baktériumok, ezek elég kellemetlen szagokat tudnak generálni, és így egy egész jó kis aurát is tudnak kelteni. Tehát, hogyha leülünk egy kávézóba, akkor lehet, hogy ott sok szabad hely tud lenni mellettünk, hogyha egy régebbi, vagy nem éppen túl jó technikai ruházatot viselünk. Ez érdekes, amit mondasz egyébként, nekem fel is tűnt tényleg már a hűvösebb napokon, hogy egy ilyen bringázás után, vagy közben megállva, ugye az a jó ruha, akkor ezek szerint, aminek olyan hirtelen deres lesz a felület, tehát kívül látszik rajta a párát, hogy kivezette a testről, és akkor az aztán ott el is párlog nyilván. Tehát az valami ilyesmit jelez, ugye? Mert nyilván nem kívülről csapódik le a meleg testünk, hanem belülről jön kifele a pára. Így van. Tehát ezeknek az a fontos feladata, hogy a testtől elvezessék a testnedvet, és így gyakorlatilag a hő nem tudja érni a testet. Na, ez egy szuper, nagyon jó dolog, hogy védjük magunkat, ugye az egészségünket, de ha már itt tartunk, akkor nem csak a megfázás ellen, hanem hát leginkább a mechanikai behatások ellen kell egy kerékpárosnak védekeznie. Egyre többen vagyunk, hál' Istennek, most már egyre kevésbé csodálkoznak ránk az autósok, így hát azt nem mondom, hogy kevesebb a kerékpáros baleset, mert nyilván a szaporodó számú kerékpáros előbb-utóbb mindenkit ér valamilyen kisebb-nagyobb baleset, de ha már valami ilyesmi ér, akkor ugye jó, hogyha van rajtunk egy megfelelő kobak, egy megfelelő védő réteg a fejünkön, na meg a szemünkön sem mindegy, hogy mit viselünk. Ugye, Feri, mit tud ez a Rudy Project hozzátenni, amely cég, ugye, amely márka azért már nem ma kezdte ezt az iparágat? Szervusz Tamás, én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát a Rudy Project 30 éve, több mint 30 éve gyárt fejvédőket és szemegeket, és ahogy mondtad, nagyon fontos, hogy megfelelő fejvédőt vagy szemeget viseljünk, nem feltétlenül kell nagyon márkás legyen, a lényeg az, hogy a megfelelő szabványoknak megfeleljen. Ez az arányú, hogy Rudy Project nem különösen. Az nem szabvány, de persze örülünk neki. Szabványokat kell nézni, ez minden más terméknél is így van, hogyha megvan a megfelelő szabvány, akkor azzal nem lehet gond. Ez mit jelent ez a keménységét az anyagnak, vagy az alápárnázottságát, vagy egyáltalán milyen teszteknek alávetik, úgy, mint az autóknál is vannak ezek a töréstesztek? Persze, vannak standardek, amik kifejezetten a sisakokra vonatkoznak, ezek azt határozzák meg, hogy az a sisak mennyire védi a fejünket, milyen erőbehatásokra, milyen irányból, hogy védik. Egyébként én most többféle tendenciát láttam az utóbbi időben, hogy ugye eleinte voltak még néhány évtized, ez nem is tudom mióta kötelező a versenyeken, talán csak 20 éve korábban, vagy hajadon főtt, vagy ezekkel a bőrszíjakkal, ilyen kis bőrcsíkok voltak a fején a régebbi versenyzőknek, és tényleg csak ez egy ilyen szimbolikus jelképes védelem volt, hogy horzsolások ellen védett, inkább ütések ellen, nem annyira, de hogy most már az egészen szuper könnyű, és épp csak a fejtetőt, fedős is, attól egészen a kis agyig, vagy hogy mondják, ez nyakszirtünkig hátul leérő védelmet nyújtós is, aki mindenféle van. Ezek szakáganként változóan alakulnak ezek a formák, vagy minek köszönhetően? Hát minden felhasználási stílusnak megvan a saját kifejezetten arra a célra gyártott sisakja. Persze ugyanúgy, mint az autóknál is van átjárás, tehát egy terepjáróval is tudok városba közlekedni. Így mondjuk egy terepkerékpározásra tervezett sisakba is tudok városba közlekedni, nincs vele gond. Csak esetleg nem annyira kényelmes, mint az oda tervezett sisak. Egyébként azok masszívabbak? Tehát a terepen, tehát montizáshoz, vagy durvább, tehát nagy esélye fákkal, kövekkel találkozó fejvédelmére inkább masszívabb sisakok vannak, és országúton jellemző az, hogy könnyebb, mint ahogy ott a bringáknál is fontos, hogy néhány dekáért is megküzdenek, hogy a lánc vékonyabb legyen, meg a gumi, meg a nem tudom mi.
Igazából nem a masszivitásban van nagy különbség, hanem a védelemben. Tehát mondjuk egy terepre tervezett sisak jobban védi a halántékot, a fejünket körben, míg egy országúti sisak az könnyebb egy pár grammal, és kevésbé védi ezeket az alsó részeket. Miközben hát nagyon szükség van erre, hiszen látjuk, és itt majd mindjárt megint visszacsatolunk a ruházkodásra, hogy milyen speciális öltözékek vannak most már, ugye mindenféle óvások is vannak időfutamversenyeken, különösen, hogy milyen varrás, meg milyen anyag, meg mit lehet használni, mit nem. De ugye a sisakoknál is, ugye, hogy az áramvonalasság és egyéb történetek azért nagyon nagy mértékben befolyásolják azt, hogy ki mit választ. Na, akkor egy kérdéssel mindjárt nézzük ezt a ruha anyag minőséget, meg még a varrás, meg illesztés, nem tudom, mi volt már legutóbb a Tour de France, vagy valamelyik világbajnokság volt ez egy óvási téma, hogy ki milyen pikkelyes, meg toldott, és milyen ruhát használhat egyáltalán, mennyire vannak UCI szabálya? Hát az UCI ezt annyira azért még nem szabályozta le konkrétan, de az egyik konkurens gyártó, a Castellinek van egy olyan ruhája, időfutam ruhája, ami kimondottan ilyen golflabda mintázatú, és ez még egyelőre engedélyezett, illetve vannak különböző, mint régen a 80-as, 90-es években ezek a válbetétek voltak ugye a zakókban és egyéb ruhákban, és ilyen betétek is vannak benne, a háton is több olyan helyen. Egy áramvonalasabb betegyebb? Hát másképp töri meg a levegő útját, és így gyorsabb elvileg. Igen. Egyébként az is számít, mint az úszóknál is volt ugye egy időben ez a cápa dressz, hogy milyen a felület, az anyagnak a felületi minősége, és nem is biztos, hogy simának lenne ez a pikkelyezettség, ez előnyt jelenthet? Nem is a pikkelyezettség, inkább az, hogy a Santini úgy fejleszti a kimondottan aerodinamikára fókuszáló ruházatait, ezek a top, tehát a profi ridereknek, kerékpárosoknak fejlesztett ruhák, ami tehát úgy engedi be a szélcsatornába a teszterőket, hogy már előtte mozognak egy órát, hogy ne szárazon érje a szélcsatornába a ruhát a levegő, hanem már nedvesen, tehát valós körülmények. Így van, hiszen másként áramlik így a levegő. Azt kell még tudni a ruhákról, hogy az olasz ruházatokról mindig jellemzően azt mondják, hogy alulméretezettek. Ez azért egy kicsit tévhit, mert ezt úgy kell elképzelni, mint amikor bemegy az ember mondjuk a Zarába, és vesz egy hagyományos inget, azon belül utána vesz egy slim fittet és egy extra slim fittet. És mondjuk a hagyományosból kell a 40-es méret, a slim fitből már 42-es ing, és mondjuk 44 vagy 46-os mondjuk az extra slim fitből. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van a komfortra fejlesztett ruha család, aztán van a középső rész, ami komfort és, de már aerodinamika, tehát már teljesítmény koncentrált, és utána pedig van a harmadik szint, ami kimondottan profiknak fejlesztettek, és hát a profik azok köztudott, hogy elég csak mondjuk a Kusztor Petire gondolni, hát ők nagyon vékonyak, és nekik, amit ő visel XL-est, az nekünk értelemszerűen mondjuk egy 4XL-es lenne. Hát arról nem is beszélve, hogyha a lábukat borotválják, hogy még a szőrszálok se zavarják az áramvonalságot, akkor milyen fontos lehet az, hogy még az a ruha is minél szorosabban feszüljön, a véretlen se tudjon belekapni a szél. Igen. Illetve a borotvált láb egyébként azért is borotválják jellemzően, mert hogyha esnek, akkor az könnyebb tisztítani. Ugyanígy például a Santini egyedülálló módon kifejlesztett tavaly egy olyan Impact nevű anyagot, ami egy olyan szövet, ami 15-ször nagyobb a szakító szilárdsága, mint az acélnak magának, így amikor elesik a versenyző, akkor nem szakad ki a ruha, vagy nagyon-nagyon durva körülmények kellenek, hogy az aszfalt, vagy bármi kiszakítsa. Látunk szörnyű képeket, egy Tour de France 80-as tempón lefelé a lejtőn valaki elesik, akkor a bőre is a ruhával együtt milyen szafatokba ló. Igen, egy pár éve pont a Europcar-nak az egyik versenyzője volt az, akit egy motoros vagy autó, kísérő autó azt hiszem bekergetett az árokba, és ott egy ilyen dróthálóba beakadva, utána ilyen fél fenékként tekert be a célba, tehát igen, vannak ilyenek. A más sérülésekről beszélünk, ugye hát a sisakról is beszéltünk, ugye Ferivel a Rudy Project részéről, hogy milyen sisakokat forgalmaztok, de ugye talán az első az mégiscsak inkább a sportszemüvegek gyártása volt, amivel kezdte a Rudy ezt a fajta kerékpáros kapcsolatot, és tényleg ott is nem tudom, mennyire tudod megerősíteni, hogy mennyire nem csak a napfényvédelemről van szó, hanem hát egy mechanikai sérülés elleni védelem, és amikor 80-ra megyünk, még egy légy is hát komoly sérülést tud okozni az ember szemének, tehát akár ilyenkor őszi, ködös, páras téli időkben is fontos lehet az, hogy milyen szemvédőt használunk.
Természetesen egy szemüvegnél nem csak a szemvédelme, mint sugárzás elleni védelme a fontos, hanem a fizikai behatások elleni védelme. Így egy minőségi sportszemektől ez egy alapelvárás, hogy az a szemüveg nem törhet el, vagy csak nagyon drasztikus behatások során törhet el, hiszen ha ez eltörne, akkor egy újabb baleseti forrás, vagy veszélyforrás keletkezne a szemünk előtt. Ez a Rudy Projectnél egyébként alap, tehát minden sport szemegünk keretek grillamid alapanyagból, valami egy nagyon erős, nagyon rugalmas alapanyag, tehát akár csavargathatnám itt egy sportszemegünk keretét, akkor se törne el. És van olyan lencsénk is, ami törhetetlen alapanyagú, tehát az még egy extra védelmet nyújt a szemünknek. Most itt arra szíroztam egyébként, hogy színében is, tehát nem feltétlenül ilyen szikrázó napsütésre tervezett tükrös felület, hanem van fehér vagy sárga, vagy olyan is, ami kifejezetten a téli viszonyokhoz alkalmas, és cserélhetők is a lencsék, azt hiszem, ugye? Igen, egy jó sportszemüvegnek cserélhető a lencséje, bár egy jó fényre sötétedő lencsével már ezt is ki lehet küszöbölni, tehát nem kell cserélgetni, nincs az, hogy hú, otthon hagytam a lencsét, hú, meg kell állnom és cserélnem kell egy megváltozott fényviszony esetében. De alapvetően a téli őszies időszakban, ugye amikor kevesebb a fény, akkor többen keresik és többen használják a sárga lencséket, amik jobban kiemelik a kevés fénynél is a kontrasztokat. Ezeknek igazából csak vizuális hatása van. A lencséknek alapból mindegyiknek színezéstől függetlenül UV-400-as védelemmel kell rendelkeznie. Ugyanakkor vannak olyan sportágak is, ahol szükség van, sőt, hát most már egyre komolyabb műszerezettség van a kerékpárokon, és hát az emberek látni kell a kilométereket, az irányokat, a pulzust, stb. És aki mondjuk nem annyira éles szemű, mint a fiatalok, hanem kicsit már idősebb, de a fiataloknál is van, aki, tehát magyarán mondom, akinek optikailag, vagy melyek ez dioptriás lencsére szüksége van, azt hogyan tudjátok megoldani? Van erre is lehetőség a Rudy Project kínálatában? Szerencsére az olasz gyártó már sok évvel ezelőtt felismerte ezt, hogy egyre nagyobb népbetegség, ha így lehet nevezni, a látás korrekció igénye. Egyre nagyobb számban van erre igény. Úgyhogy nagyjából 15 éve folyamatosan fejleszték a sportdioptriás megoldásokat, ennek köszönhetően az olasz gyártó piac vezető ebben. 5 különböző módon tudunk sportszemeket dioptriázni, hisz sportáktól, nemtől, helyzettől függetlenül, ha éles látásra van szükség, akkor ezt biztosítani kell, és a megfelelő komfort mellett, amit egy sportszemegnek nyújtania is kell. Ez az 5 módon azt jelenti, hogy van olyan is, amikor régebben láttam, gondolom most is van ez, hogy csak alá van téve a napszemeg alá egy optikai lencse is, vagy van, amikor bele van applikálva, vagy az egészet cserélni lehet, vagy milyen megoldásokra gondolsz? Hát az 5 különböző módnak a 2 véglete, a kezdeti szint az, amikor egy inzertet teszünk a szemek belsejébe, bepattintva, az tartalmazza a dioptriás lencsét. Ez a legegyszerűbb, legszélesebb körben használható, és a másik véglet pedig az, amit jelenleg csak az olaszok tudnak a világon előállítani. Ez egy nagyon ívelt, magas bázisgörbeltű lencse, aminek minden pontja prizmakompenzált, így élesen látunk a legszélesebb sarkán is. Tehát egy kívülálló számára mondjuk az a szemeg nem látszik, hogy dioptriázott, csak a felhasználó számára. Na, ez fontos dolog, és majd itt is majd még térünk vissza a dizájnra a szemüvegek esetében, mert ugye egyre inkább, ahogy már Zsolt az elején is mondta, hogy a Santini ruhák körében is a dizájn, és egyébként is általában a kerékpáros ruhák körében is egyre fontosabb lett, mióta a kerékpározás divattá is vált, nem csak a Tour de France, a Giro, a Vuelta és egyéb nagy versenyek hatására, hanem elindult egy olyan, nem tudom, itthon is van most már ez a MAMIL nevű szerveződés, ugye, ami a Middle Aged Men in Lycra, tehát a 40-es urak enyhén pocakosak, de a feszülős ruhában mennek, szóval hogy hál' Istennek ennek a középkorosztálynak is a fókuszába került, az érdeklődésének a homlokterébe került, a korábban a fehér sportok voltak, a tenisz meg a golf, és talán most a bringa is egy ilyen lett, ezt hogy tapasztalod, és ez mennyire van hatással akár a ruhák dizájnjára, formavilágára? Hát igazándiból pont egy hasonló korú úriember tervezi kint Olaszországba ezeket a ruhákat. Igen, tehát ez egy fejlődő tendencia, abszolút ez egy jelenleg is egyre nagyobb piaci részt kiszedő szegmens. Ez nagyon fontos, mert így olyan kerékpárosok is kerékpárra ülnek, olyan emberek is, akik amúgy lehet, hogy pont nem. És ez volt talán a nagyon nagy hozadéka, amikor egy jó néhány éve a Sky csapat megalakult az Egyesült Királyságba, hogy ott több mint 1 millióan kezdtek el aktívan, tehát heti 2-3 alkalommal ráülni a kerékpárra és menni. Hát ez kellett egy Wiggins, meg egy Froome? Hát ez kellett egy Wiggins, egy Froome, és még sok minden más is, de igazándiból pontosan ez az a nagyon fontos hozadéka egy Giro d'Italia rajtnak is akár,
hogy itthon is így van, hogy egyre népszerűbb lesz ez a kerékpár sport, nem csak azoknak, akik, tehát a kerékpár sport körül, főleg az országúti kerékpározásban, de akár a mountain bike-ban is mondhatom, szerintem nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem mernek elindulni, mert túl profinak tűnnek, akik tekernek, akiket látnak az utcán is. Egyszerűen nem kell félni, egy nyugodtan egy Csepel Apollo 1990-ben gyártott tízsebességes, ötsebességes bicikli is el lehet indulni, nem az a font. El kell indulni, menni kell, és kész. A kerékpározás szeretete az szerintem pont ugyanolyan élvezetes egy régi biciklin is, mint egy újon is. De ettől független azért, ha már a mobilt említettem, tehát ez a középkor uraknak, de ez egy csoportos szerveződés, tehát tényleg, hogy 7 éveken 20-asával, 30-asával, vagy még nagyobb létszámmal indulnak együtt, azért az jelent egy plusz biztonságot, nem, hogy csapatosan tekerni, mint hogyha szólóba megy valaki, hát azért az útszélén még mindig, bár most már kezdenek minket jobban észrevenni, hogy az elején is mondtam, de azért egy kerékpáros mindig egy olyan elveszett ember egyedül. Ha már 2-en, 3-an, 5-en, 8-an, 10-en vagyunk, az már sokkal inkább egy és hat testnek látszik, mint a jármű lenne, ugye? Igen, nagyon fontos, hogyha egyedül is indul el az ember, akkor én például nappal is használok villogó menetfényt elől is, hátul is. Azért, mert az autósofőrként én is, amikor közlekedem, akkor vannak olyan részek, ahol árnyékban van a kerékpáros, sötétebb ruhát visel. Így van, fel tud rá készülni a sofőr is, és ez nagyon fontos szerintem. Amikor sokan tekernek, az persze még látványosabb, úgyhogy most hétvégén is például egy 15 fős csapattal voltunk Visegrád környékén a Pilisbe, és érezhető volt, hogy az autósok sokkal türelmesebbek voltak. Látták, hogy kerékpárosok edzenek, 30-40-nel mennek, tehát annyira azért nem tartottuk fel a sort, és mindig jeleztük egyébként. Ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy például az első ember az mindig nézi, hogyha mondjuk egy kanyarban vagy takarás, akkor jelez a mögötte lévőnek, hogy az autós már előzhet például. Tehát ez is az, hogy hol vannak úthibák például. Hát így van, azokra nagyon figyelni kell, mert sajnos ezek a kerekek hamar defektet kapnak. Jó, hogy mondta ezt a látszottunk, hogy látni és látsz, ugye mondják a Kressz és a közlekedési szakértők is, ebben sisakügyben, hát ruhaügyben is nyilván, tehát mindkettőtöknek tehetem fel a kérdést, mit tudnak tenni a gyártók, forgalmazók, most láttam már egészen neonsárga, meg pink, meg mindenféle világító színekben is, szemüvegeket is, sisakokat is, de ruhákat is ugyanígy. Mi a helyzet a Rudy Projectnél az ügyben? Hát nem csak a Rudy Projectnél, hanem szerintem a Santininál is. Ez egy általános tendencia az utóbbi években, hogy a gyártók, a ruházati és egyéb kiegészítő gyártók figyelnek a biztonságra, ez a passzív biztonság. Úgyhogy a sisakoknál is igen megjelentek a fluo színek, ezek a nagyon erőteljes sárga színek, plusz a Rudy Project is figyel arra, hogy ilyen fényvisszaerő elemeket is feltesz a sisakok hátuljára, így még megnöveli a láthatóságot. Ruházatban mi a helyzet a Santininál? Ruházatban a Santini most már körülbelül 20 éve folyamatosan mindegy, hogy milyen ruházat, mindenre, tehát meg a gyerek ruházatra is tesz apró fényvisszaverős elemeket. Igyekszik úgy feltenni ezeket, hogy ezek ne rontsák el a divat színek összhatását, a stílust, és ez nagyon fontos, hogy például a mostani új Adapt 2019-es új nadrágunk is a teljes bokától térdig terjedő részén egy nagyon szép dizájnos, csíkos Santini logó van, de ugyanakkor ez egy teljes fényvisszaverő felület. Viszont, hogyha csak így ránézünk nappal, úgy, hogy mondjuk nem süt rá a nap, akkor egy ilyen kékes, zöldes, szürkés én acélszínt látunk, tehát beleillik, passzol abban a fekete dizájnban, amiben tervezték. Tehát fontos a biztonság mindenféleképpen, ugye, hogyha már két keréken vagyunk, és kisebb felületet nyújtunk, vagy mutatunk magunkból az úton, viszont a kerékpáros és az út kapcsolatáról már Eizivel, ezen Kramer Károly is beszéltünk a műsor első felében. Mit szóltok ahhoz a tervhez, mennyiben támogatjátok, hogy milyen egyéb ötleteitek vannak még erre, nagyjából van másfél-két percük, próbáljuk összefoglalni, sűrítve a gondolatainkat, hogy a kerékpárosok, az országúti kerékpárosok sport vagy versenyszerűen, ahogy mondtad, 30-as, 40-es tempóval is haladok, tehát nem a családokról, kisgyerekekről, nagypapáról, nagymamáról van szó, esetleg nem kényszerülnek csak a kerékpár utakra, hanem az országutak szabályszerű használatára, valami plusz jogosítványt kapnának, még ez nem teljesen nyilvánvaló, hogy mi lesz ez a szabály, de állítólag van egy ilyen terv, hogy most ugye sokszor van olyan, hogy egy hosszabb Dunakanyar túrán, bizonyos szakaszokon rendőrök kifejezetten vadásznak a bringásokra, és lezavarják az útról, vagy meg is büntetik, és akkor elkezdik ezt, hogy hol a névtábla, meg a fényvisszaverőcsik, meg a fehér, meg a nem tudom mi. Hát ugye ezt egyrészt megoldják ezek a fényvisszaverő ruházati kiegészítők, de másrészt mit gondoltok arról, hogy tényleg lehetne, de vajon hol lehet határt húzni, ez egy érdekes kérdés, hogy kik azok, akiket
lehet és valamilyen előjogosítani, vagy előjoggal lehetne felruházni, hogy szabadon bringázhassanak az országutakon, és hol lehet meghúzni azt a határt, hogy ki az, akinek pedig jobb és biztonságosabb, hogyha a kerékpárúton halad. Hát én ilyen mélységekbe azért nem mernék belemenni, mert ezt a szabályalkotóknak kell tudni, hogy őnekik kell jobban látni. Én úgy gondolom, hogy akik alapból csapatokhoz tartoznak, tehát edzés szempontjából megfelelő tempóval mennek, azoknak akár lehetőséget kell erre nyújtani, de ahogy kitértél erre a névtábla, meg szemafor, meg ilyenekre, a napjainkban aktuális kressz egy kicsit már elavult, tehát mindenképp ráfér egy kis ráncfelvallás ilyen tekintetben is. Zsolt, te mint minden nap szint az utakon, kerékpárral is közlekedő. Minket pont október 23-án ütöttek el Szentendrén, és ott beszélgettünk a motoros rendőrökkel, akik helyszíneltek, hogy ez egy régi nagy terv már, hogy megvalósuljon, mert igazándiból, ha jól tudom, a kerékpárúton 30 km/h felett nem lehet most menni. Ha valaki járt mostanában Szentendrei kerékpárúton, nem az, ami bevezet Szentendrére, hanem Dunakorzóra visz, hát a gyökerek ott úgy feltúrták az aszfaltot, és most egy picit javítottak rajta, de így is botrányosan rossz szerintem. Úgyhogy én igazándiból csak a támogatom. Tehát aki egy kicsit is rutinosabb, az pont, hogy kellene, hogy évente legyen egy ilyen vizsga, gondolom, nem tudom, de talán ez lenne a legjobb megoldás, és akkor biztonságosabb a közúton közlekedni, mint egy kerékpárúton. Hát bízzuk akkor ezt a jogszabályalkotókra, mindesetre köszönöm, hogy elmondtátok a véleményeteket, Ejzit is meghallgattuk erről, és a továbbiakban, mert hogy még az OBB, meg más egyéb közlekedés biztonsággal foglalkozó szervezetek képviselői is fogunk erről beszélgetni, mert én azt gondolom, hogy a kerékpárosok biztonsága szempontjából mindenképpen érdekes kérdés az, de a legfontosabb az, hogy mostantól, tehát nincs vége a szezonnak, ősszel télen is lehet bringálni, csak megfelelő ruházat, megfelelő sisak, megfelelő szemüvegkel. Ez ügyben köszönöm szépen, hogy ilyen kimerítő és teljes körű tájékoztatást adtatok. Gáspár Zsoltot a Santini képviseletében és Benec Ferencet a Rudi Project képviseletében hallottuk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Köszönöm a nézőknek, hallgatóknak is. Még nem látnak minket egyre, csak hallanak, de találkozunk akkor jövő héten is. Hallgassák a Spirit FM 87.6-ot. Ez volt a Spiritus. Gajdos Tamás műsora a Spirit FM 87.6-on. Spiritus.